Sziasztok, ez Dura a szél az adás, folytatjuk kalandjainkat a Wheel of Time időkerek a második évadában, azután a negyedik résszel, a negyedik epizóddal, amely egy, mondhatnánk azt is, hogy egy ötödik epizód volt, de ezzel szerintem most itt túl negatívak lennénk, hiszen ez egy karakterépítő epizód volt. Ugyanis a ötödik epizódot inkább azokat szoktuk szerintem jellemezni, amelyek tényleg azok. Nem is építik még a karaktereket sem, nem fejlesztik őket, nem ismertetik meg múltukat velünk, nem látunk karakterállazalásbeli változásokat, vagy valami ívet az ő történeti szálokat tekintve, mert itt láttunk ilyeneket, tehát itt inkább ezt mondhatjuk, hogy ez egy karakterépítő epizód volt. Mondjuk ennek ellenére valami minimális előre menetelt, most cselekményt azért vártam volna, mert ez igazából csak a legvégén volt, bár nekem az sem volt az, hiszen én olvastam a könyvet. Így már eléggé korán tudtam, hogy bizonyos valakinél milyen fordulat lesz, erre már utalgattam a korábbi epizódoknál, és nektek ez most következett el, persze most nem fogom elmondani, hogy később nem láttam a negyedik epizódot. Tehát ilyen szemben nekem még ez sem volt olyan nagy meglepetés. Viszont az tetszett, hogy végre megkaptuk azt, hogy már az első évadban egyébként meg kellett volna igazán, hogy Perrin farkas testvér lett végre hivatalosan, és még eddig is már lehetett gondolni. De ezt nagyon akarták nekünk megismertetni, megmutatni. Most már ez is eljött. Nem olyan volt, mint a könyvben. Szerintem ezt a könyvben jobban megoldották. Meg a karakter, meg az, aki játszó, és szerintem sokkal jobb volt, misztikusabb volt a könyvben, mint itt. El kell mondom azt, hogy rossz volt, csak én nem teljesen ezt vártam. Nem tudom, itt is azokat a kutyákat, a kutyafajtákat használták, amiket Angliába tenyésztettek annók, ilyen totálisan a farkasokhoz hasonló kutyafajta, a farkasok és a kutyák keverékéből indult, jól tudom, régen. Minden esetre a lényeg az, hogy itt megláthattuk a farkas csordával együtt végre őket, és itt beszélgettek, amit is jelent ennek annak lenni, megláthattunk egy képességet, de ez olyan résztesen még mindent nem ismertünk meg, mert nem ennyiből áll legjobb se könyvben a farkas testvériség, amit itt láthattunk, de remélem, hogy ezt majd még kibontják későbbiekben. Moiraine végre újra teret kapott, és milyen jó teret kapott, szerintem itt az ő szál sokkal jobb volt, mint amit eddig csináltak vele, annak ellenére, hogy az ő szálát azt eltérítették a könyvhez képest eddig. Most legalább valami izgalmasabbat egyedibbit adtak, tehát hogyha ilyen metódusban kapunk változtatásokat, az nekem annyira nem gond, mert egyrészt kapok valami izgalmasat, újat is, én is, és közben lehet, hogy vissza fogunk kanyarodni oda, csak egy később időpontjára van egy szállnak, ami már újra a könyvben volt. Én legalábbis erre tippelek, hogy a készítők ezt a kis ilyen spin-off kanyart, ezt vissza fogják kanyarítatni majd valamilyen úton módon, csak a könyv egy későbbi pontjához, és akkor már megint ugye regény hű lesz. Mindenesetre a lényeg az, hogy szerintem ezt itt egész jól megoldották. Az ő karakter szálvezetele ez a csavarhoz is végül, ez is egy dupla csavar, nem gondoltam volna, hogy csak ő jelenik ott meg, bár mondjuk rávezették a karaktert is már ehhez a jelenethez, szó szerint is, csak azt már nem mutatták jelenetben, de attól még azt tudtuk, kikövetkeztethettük, de minden esetre ez a dupla csavar így már érdekesebb volt a számomra. Mert az első csavart már tudtam a könyvből. Persze sokak számra lehet, hogy ez is az lesz, így is, akik nem olvasták a könyvet, egy tényleges dupla csavar, de még azok is, akik szerintem nem olvasták a könyvet, hogyha az első jelenetet meglátják, szinte olyan első jelenetet ebben az epizódban, akkor szinte már rá is jöhetnek. Utána túl gyorsan vágnak olyan jelenetekre, amelyek még nagyobb utalást raknak arra, hogy na, mi lehet majd a nagy csavar. A kérdés már csak az, hogy mikor fogják azt ismertetni a kedves nézőkkel, hát a rész végén. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit felavás volt az én számra, mert szerintem azok is megtudhatták előre ezt a csavart, akik nem olvasták a könyvet. Attól tartok. Ezt esetleg írjátok a kommentben, hogy rájöttetek el. Ráncszálát is egy kicsit jobban kidolgozva láthatjuk. Újra találkozunk a Logannel is. Nem azzal a Logannel, mert igen, így is kell igazából. Tehát a lényeg az, hogy újra találkozunk vele is, az Őrültek házában, vagy ott aminek mondjuk, helyi pszichiátrián, és Randot is egy kicsit jobban megismerjük, bár én továbbra is azt láttam, hogy a könyvben ez a karakternél többet és részletesebbet mutat magába, és sokkal fontosabb és több jelenet szerepel, mint amit eddig itt láthattunk, hiszen mégis a sárkányról van szó.
Tehát nem tudom, miért van ennyire háttérre szorítva, és pont itt, ahol azért fontosabb szerepet kapott ebben a második regényben, meg a harmadikban is részve, és a színész sem érzem egyre annyira erőteljesnek, tehát nem szálltam el tőle, de a legrosszabb, szerintem továbbra is ez egyébként alakító színésznél az évadnál, mert a többiek szerintem őt lekörözték, mindenki fejlődött a Mettet játszó színésznek előtt cserélték a színészt, és az előző sem volt rossz, fejlődött a Penit játszó színész, Ninivéért szerintem a legjobb, és hát a többiekről nem is beszélt, hát ők eddig is jók voltak, Morén karaktere és a színésznő, ugye, meg hát ugye az ő, hát most már csak ex, ez kérdéskör, ex őrzője, őt is láthatjuk egy kicsit többet, Lánt, az ő szála is eléggé karakterépítő volt, és már az is érthető a csavar tükrében, hogy miért volt olyan félelemben az ő karaktere is, és hát itt valamilyen jobban megismertük az őrzők és az eszedályok közti kapcsolatot, illetve ha már eszedályok, hát visszatérünk ugye a tárvalomba is, az eszedályok földiszállására, ahol továbbra is jeláthatjuk Egwene-t és Ninivét, és hát továbbra is azt mondom, hogy a jobb karakter és a színészjáték is, az Ninivé karakterezés a színésznéhez párosul, illetve hát itt van persze Elaine is, akit továbbra is tök jó, csak ő majd egy kicsit több teret fog szerintem még kapni a második fél évében, meg az évadnak, második felében, mert azért a könyvben szintén ennél fontosabb szerepkörré fejlődik majd. Így gondolom, itt is még majd többet láthatjuk, mert őt itt még nagyon ilyen spin-off side kick dolognak tartom, még annak se igazán. De ez szerintem ez majd változni fog. De a lényeg az, hogy Egwene szerintem továbbra is nagyon gyenge, bár a könyvben is egy kicsit ilyen picsogós volt. Nyávogós, kicsit ilyen young adult-szerű karakter egy darabig. Aztán szerencsére ebből ki tudott törni, úgyhogy remélem ez itt is majd így lesz, és ez csak ezért ilyen, mert ilyen szaporul követik a regénynek az ívét. És Ninivé ott is idősebb karakter, és hát így fogalmazunk, felnőttesebb. Itt is végül is elsztatják magukat. Itt nagyon jó párbeszédek vannak, illetve elég sok új dolgot tudunk az asszedályokról. Kicsit kapunk egy ilyen, hát most csak egy mondanék, ilyen a hegylakó hartatlanja és hasonló, hát átkot is igazából itt végig szállni bizonyos karaktereken. A lényeg az, hogy itt megint árnyalják mind az Aes Sedaiok közti egyébként játszmákat, politizálási dolgokat, mind azt, hogy kinek milyen sérelmeire története hat rá a múltjával egészen máig, legyen akármilyen hosszú élete is. Akkor megismerjük itt ugye a fiatal szereplőknek a különböző hezitálási dolgait, és sorolhatnám, most nem akarok is spoilerezni. A lényeg az, hogy itt elég érdekes dolgokat fogunk kapni, ez a szál is szerintem tökéletlen, akár itt sem volt akció, de igazán kis karakterépítő, karakterlefestő jelenetek voltak itt is, és a végét elég hirtelen zárták, kíváncsi leszek, hogy ezt izgalmasan hogyan fogják folytatni. És hát ott a film végi csavar, vagy a sorozat epizód végi csavarra, ez a szál is egy kicsit egyébként sötétebbet szerintem, hogy most nem is spoilernék, hogy én mondanék, szóval ez egy kicsit érdekes lesz, de ez a könyvben is egy fontos szám volt. Amúgy, ami itt még szerintem alakulni fog majd, a film, vagy az epizód végi csavarral együtt. A zene az, ami szerintem továbbra sem valami jó. Én nem tudom, szerintem Lorne Balfour, ezt lehet, hogy félváron kellett vegye ezt a soundtracket, mert az első vedély ezerszer jobb. És ezerszer többféle téma sejlik itt fel, itt alig van olyan új téma, ami egyáltalán is emlékezetesen, de sokszor azt hiszem, hogy valami popszámokat hallgatok, és amiket felraktak 3-4 számot, az összes popszám gyakorlatilag szinte, már minimálisan van benne egy az a közel-keleti, távol-keleti hangulat, meg indiaias hangulatvilág, ami egyébként végig ott volt az első évadban, de itt viszont rohadtul nincsenek, itt nagy rész csak azt hallom, hogy pop, meg ilyen 80-as évek feeling. Én itt, hogyha arra nem tudom, pop soundtracket néznék, csak kicsit zanzásítva. Kicsit furcsa. Nem tudom, hogy mi történt. Intro továbbra sincs, lehet, hogy már nem is lesz, csak az utolsó rész előtt, nem tudom. Sokan mondják, hogy jaj, ez a 4, vagy ez a 2-3 perc, vagy körülbelül annyi ez ilyen intro, hogy azt inkább akkor lássa a történetbe, de hát azt nem veszel annyit most. Ez a 2-3 perc már ne adja Isten, hogy sok legyen a
készítőknek a sosem jója, hogyha azt már esporolják véleményem szerint. Aztán lehet, hogy itt a pandémia is közbeszólt, mert ugye ezt az évadot is többször megakasztotta, sőt, tehát igazából ezt az évadot igazán, ha jól emlékszem, meg a végét így az első évadnak. Ennek erre végül is meg tudták oldani, és egyébként itt is vannak látványosabb effektek, bár mondjuk az előző epizódok szerintem ilyen szavakban is látványosabbak voltak. Nagyon hiányom a széncsánokat, épp hogy láthattuk eddig őket, és eltelt az évad fele. Mert remélem, hogy kicsit többet fognak szerepelni, mert a könyvben is ennél fontos a szereplők. Itt emlegetik őket, bár érdekes, hogy nem tudják konkrétan, hogy kikről van szó, hogy Sancho, csak annyit, hogy valami nyugati nyugatoni flotta, ugye gyakorlatilag elkezdett inváziós dolgokat tenni, tehát így ennyi körülbelül, tehát így ez is furcsa, mert jól hiszem, a könyvben konkretizálják ezt a bizonyos dolgot. Lehet, hogy itt is egy bizonyos árványkodás okán van mindez, nem tudom. Majd kiderül, de én erre tippelek, még könyvek alapján is. De akkor is. És hol van az Emrin trón? Mert egyébként ebben az epizódban nem jelenik meg, pedig itt fontos lenne, és említik is, de annyit mondanak, hogy nincs itt. Távol van megint. De mindig hol van? Mindig távol létében. Az első orban is csak egy darabig, az első egyik epizódban volt szinte jelent, aztán ennyi volt, mert mindig távol volt. Most is távol van, most nem emlékszem, lehet, hogy könyvben is beszélnek erről, mert nem emlékszek erre a konkrét dologra. De kíváncsi azok, hogy előtűnik-e valamikor, hogyan és miért, és hogy teljes erejével, vagy sem, mert olyan, mint is lenne ott Emrin trón, mert sosincs ott, ahol kéne. És amikor kéne, amikor gond van. Mi az, amit még elmondok, a hanghatások továbbra is tök jók, az viszont szerintem szinte képett az előző évadhoz képest, a fényképezés úgy szintén, lények azok a csodálatos belső részek, akár az Aes Sedaiok oktató épületében, ugye tárban a tornyában, vagy különböző más részek, ugye egyébként Itáliában ezúttal, Spanyolországban, Csehországban és aztán Marokkóban forgatták ezt az évadot. Az első évad az inkább Szlovénia, és annak is inkább az Alpok béli része, illetve Csehország és aztán Horvátország volt. Itt most inkább ezeket az országokat használják, és ezt láthatjuk, hogy itt vették fel a jeleneteket. Jó kis helyszínek ezek, hangulatosak. Mondjuk Lane új dizájnja, ha ügyileg, ruházatilag egy kicsit olyan furcsa, hogy fogalmazunk így. Egyszerűen ezt nem igazán értettem, hogy ezt miért így csinálták, na mindegy. És hát mondhatnám, hogy egyszerűen összességben ez egy kicsit lassabb, mondhatottabb epizód, ez azért ne kerteljük el, de ennek ellenére is ez egy nézhető epizód bőven, tehát nem mondanám rossznak, csak egy kicsit többet vártam volna talán az előző nagyon szuper harmadik rész után. Persze kellenek ilyen karakterépítő és részben ugye tényleg ilyen átkötő epizódok, de azért ne folytatódjon gyakran így, most már tovább négy részben, hanem pörögjünk, mert azért ez a könyv, a nagy hajtóvadászat, ez pörög, és egyszerűen több szállon. Nem hiába már a címes hajtóvadászat. Egyelőre ebből a hajtóvadászatból például a Kürt után nem olyan sokat láttunk, úgyhogy remélem, hogy ebből is kapunk majd még pótlást, mert egyelőre ebből is egy kicsit keveset kaptunk, remélem szerint. És egyébként, akiből még igazán keveset kaptunk ebben az epizódban, az Matt, és az ő szála, éppen hogy csak láthatjuk őt, de nem is ő, hanem Mim most igazából a fontosabb karakter, akinél újabb meglepetés, vendég és csavar jön elő. Vagy ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy ez a bizonyos személy, akivel találkozik, az, ha ilyen szabadon tud szinte lassan mozogni, mindenhol elmenni, és hát elég nagy energiája és ereje van, akkor nem tudná egyszerűen megoldani a dolgokat sokszor. Tehát így, ez néha a könyvben is eszembe jutott. Na mindegy, a spoilerek nélkül, azért ez ilyen szabadon érdekes volt. Úgyhogy én várom az ötödik epizódot, szerintem az akciódúsabb lesz, és talán a Sancho-kkal újra találkozunk majd, ez majd kiderül. Sancho, sose tudom, Sancho, ez mindig olyan nehézkes volt számomra a könyv, hogy a Ninive is, vagy Ninive. Egyébként angolban is már annyiféleképp hallottam ezt a nevet, na mindegy. A lényeg az, hogy hát remélhetőleg beizítják azokat a bizonyos zseplőket hamarosan. Úgyhogy az epizód egy picivel gyengébb volt, mint vártam, de talán egyébként a második epizódnál jobb volt. Talán, mert is egy kicsit, nagy, egy kicsit letdown volt, ugye. Amit korábban említettem, de hát látjuk, hogy folytatódnak majd a kalandok, én igazán várom. Örülök, hogy most két olyan sorozatot nézhetek, ahol várom a következő részeket. Ugye az alapítvány is ez.
mert ritka az ilyen, hogy egyszer két sorozatot néztek olyat, amiben izgalmas az események sora, a különböző szálak, karakterek. És az egyiknél ugyan olvastam bizonyos fokig a regényeket, a másiknál nem, de mind a kettőt tudom várni, a folytatásoknál ez ritka a manapság szerintem. Ugye ezért lenne jó látni, hogy kicsit többen néznék ezeket a sorozatokat, mert nem nézik, tehát meglepően nem nézik az igazság. Úgyhogy arra sarkolok titeket, hogy mi nem kezdjétek volna, kezdjétek el ezt a sorozatot, mert vélem a Witcher-nél ezerszer jobb, csak hogy valami ez is hozzásolítsuk. Úgy viszont tőletek, sziasztok!